Felsorakoztak a város csúszásmentességét biztosító gépek a városgondozás telephelyén. A november közepétől március közepéig tartó hóügyeleti szolgálatra több nagy teljesítményű, valamint a szűk utcák megtisztítására alkalmas kisebb gépekkel is készülnek. Mint elhangzott, mindig a mentő, a tűzoltó, valamint a busz útvonalak mentesítése az elsődleges, ezt követi a többi útszakasz. Kiemelt figyelmet kap Felnémet, illetve a Berva városrész is, hangzott el a tájékoztatón. A korábbi években probléma volt a felnémeti és bervai városrész. Oda volt úgy, hogy csak másnap tudtunk menni, vagy órákkal később. Most itt egy szintváltás lesz, mert ugyanúgy, mint a város egyéb területein, egy órán belül meg fog jelenni egy nagy teljesítményű gép, illetve több kis gép a szűkebb utcákra, járdákra, és ugyanolyan szinten történik a hó- és síkosságmentesítés. Az utakon használt szóróanyagokról elmondták, 150-200 tonna só az induló készlet, de más anyagokat is használnak síkosságmentesítésre. Igazából a belvárost tekintve környezetbarát anyagokat kell használnunk, itt a kalciumkloridot folyékony formába, granulátum formába használjuk. Egyéb területeken nyilván a sót, esetleg igazából únos esők esetében keverve tudjuk alkalmazni ezeket, érdesítő anyaggal keverve. Hozzátette, az időjárási előrejelzések alapján a tavalyhoz hasonló térre készülnek. Ha tartós fagyok nem is lesznek, érheti a várost olyan havazás, amikor a teljes gépparkot mozgósítani kell.